Ilyen akita fajtájú kutyát nézott meg kegyetlenül a fiatal dombóvári pár. Az állatot nem gondozták megfelelően, ami ezért beteg lett. Orvoshoz viszont nem vitték. Ehelyett egy kietlen területen egyszerűen kikötötték egy 120 cm hosszú pórázzal, majd magára hagyták. Egy héttel később ismét felkeresték a területet, hallották is a kutyájuk ugatását, ám nem mentek oda hozzá. Az állat azóta már több mint hét napja nem evett és nem ivott. A szenvedése végül több mint két hétig tartott, amíg egy gombágyűjtő helyi meg nem találta. A jó segítő végül állatvédőkhöz vitte az addigra már a szomj és éjhalász élé lebegő kutyát. Az állatkínzó gazdákat hamar elfogták a rendőrök, az ügyükben most született ítélet, a bíróság előtt mindent beismertek. A bíróság mindkét vádlottat egyaránt 312 óra közérdekű munkabüntetésre és a bűnügyi költségek viselésére kötelezte. Az ítélet jog Erőre emelkedett, azt mindenki tudomásul vette. Az ügy érdekessége, hogy nem régen szigorodott az állatvédelmi törvény. Így a hasonló bűncselekményekért a jövőben már a mostaninál sokkal súlyosabb büntetés is kiszabható lesz. A minősített esetek, illetve az alapeset vonatkozásában is súlyosabb büntetések kiszabását tette lehetővé, illetve a visszaesők, többszörös visszaesők további súlyosabb büntetés kiszabásával sújthatok. Jelenügy azonban még a törvény hatályba lépése előtt történt, így az akkor hatályban volt a törvénykönyv rendelkezései szerint szabta ki a büntetést a bíróság. A kutyáról egyébként úgy tudjuk túlélte a kegyetlen kínzást és már felépült.